Szeretettel üdvözlök mindenkit, Szabó Sándor vagyok, mai beszélgető partnerem pedig Szentes Róbert, akit a képernyő másik oldalán láthatnak a kedves nézőnk. Mai témánk pedig a változás. Változás címszó alatt fog futni. Változások kérdezném Robit, hogy a változás hogyan lehet elképzelni? Tehát ez alatt azt értem, hogy amikor megtalálunk egy blokkot, nyilván azt oldjuk, és elkezdünk rajta változtatni a fizikai síkon. A fizikai síkon viszont valami hátráltató erőt lehet tapasztalni. Mi ez a hátráltató erő, Robi, ami nem akarózik bennünket kiengedni a régi kis megszokott mókuskerekünkből? Van a fizikai síkon és a mentális síkon is ellenállás. Ez csak a megszokottság miatt van ez az ellenállás. Aki járt csontkovácshoz vagy masszázsra, az lehet, hogy hallott a masszőrtől vagy a csontkovácstól, hogy azért kell visszajönni, mert ők most megigazítják a testet, viszont a testnek van egy memória, egy emlék, és vissza akar állni az eredeti, azaz az ismerős felállásban. Tehát van ez a homeosztézises állapot az egónak, az elmei, elme, az ego által uralt elmébe és a testben ugyanígy. Ez akkor is feljön, amikor elkezdünk a konditerembe, vagy valamilyen szinten sportolni, akkor jön a tejsav, akkor jönnek, ha tudod, hogy az izom növekedik, akkor az is egy olyan folyamat, hogy nem egy lineáris folyamat, egy kicsit, itt ez ilyen cikcakos, ilyen fűrész fog. És az ellenállás, ugye hát én az elmére fókuszálok, és abba vagyok jártas, az azért van, mert nem lehet nulláról százra menni egy másodperc alatt, mert beleőrülnénk. Tehát van egy bizonyos féle védelem, ez az elmei védelem, és van egy bizonyos féle ego, rezisztencia, az előrehaladás. Tehát az ego az tol minket vissza, az elme meg húz minket vissza, majd mindjárt elmondom miért. És ez az ellenállás, ez már egy olyan dolog, amit tízezredek óta, vagy százezredek óta nem oldottunk fel. Sokszor ez az ellenállás olyan erővel és olyan érzelmi konfliktussal jár, hogy szó szerint lemondunk a tovább lépésről. Az történik, Sanyi, hogy a feloldatlan traumáinkat az elme tárolja. Az elme az egy emléktár. Ezek a sejtemlékek, ezek a őstörténetek, ezek a gyermekkori történetek, ebben benne vannak a szüleink, és a DNS-en ez utazik tovább. És azt mondja az elme, hogy én nem akarom, hogy több bántás érjen. Ez a nő is bántott, ez a nő is bántott, maradj szingli. És így működünk, tudod? Az, ami nincs meggyógyítva a régi kapcsolatokból, meg házasságokból a konfliktus, akkor lemondunk igazán arról, amiben a szívünk szólna. Azért nagyon fontos a traumákkal kezdeni, oldani a traumákat, hogy ne állítsuk le magunkat a csodától és a gyönyörtől, mert ezt csináljuk. Minden feloldatlan trauma, minden feloldatlan konfliktus lebeszél minket a jóról. Tehát ez egy ellenállás, csak ezt nem tudjuk, hogy ez egy visszahúzó erő, mert ez olyan, mint egy aggódó szülő, aki azt mondja, hogy itt már rosszul volt, vagy rosszul jártál, ide nem menj vissza, ne csináld. Oké, tehát van egy ilyen aspektus, ez amúgy halálos. Tehát a biztonságba tartás a cél, de halálos. Ezért van ilyen rosszul az emberiség, mert amíg az ember nem fogja azt fel, Sanyi, hogy mi egy teremtő lény vagyunk, és nekünk a változás lenne a kenyerünk,
addig a változás ellen vagyunk, beadjuk a derekunkat az elmének és az egónak, lemondunk az életről, és belebolondulunk. Céltalan, jelentéstelen, nihilista életet élünk, és eddig ez volt a Matrix élet. Kiszámítható, rutin, mókuskerék, mindig ugyanaz, ezt hívják déjà vu. Oké, tehát ez egy ellenállás, ez a visszahúzó erő, ez a traumatizáltságunk és a bántottságunk miatt van, ezt meg kell gyógyítani. Van egy olyan részünk, amit úgy hívnak, hogy az ego. Erről többet beszéltem már veled is, Gerivel is, Szonyával is, és ez az ego, ez most örjünk. Az egót felfedezték. Az ego a bennünk lévő ördögi programunk. Emberellenes, gyűlölködő, szabotáló programok. Ez pedig, ahogy szeretnénk a jövő felé menni, ez ellenáll. Elkezd riogatni minket. Elkezd olyan hangokat hallattatni velünk, hogy azt hittük, meghülyültünk. Hogy azt hisszük, hogy rossz irányba haladunk. És neki ugye az egónak nagyon sok stratégiája van, és neki az a célja, hogy ne legyen nekünk, bocsáss meg, életcélunk. Ő életcélellenes, nőellenes, férfiellenes, gyermekellenes, családellenes, istenellenes, tovább is van, mondjam még. És ennek kell valamilyen szinten tudatában lenni, hogy lehet, hogy először tudod, leülünk, mert annyira erős tud lenni, tud az emberi le, ez a csücs, és akkor most át kell gondolni, és oldani kell ezeket az energiákat az elmén keresztül. Nem lehet, erre mondtam, hogy innen ide nagyon gyorsan elmenni, mert olyan sok múltbeli problémánk van, ami feloldatlan, és olyan sok jövőtől való félelmünk van, amiről nem is tudunk. Csak úgy jövünk rá, Sanyi, hogy mi van bennünk, amikor mozgásba kezdünk. Mikor elindulunk, mikor elkezdünk valamit, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy önmunka, hanem elkezdünk valamit csinálni. Most mondok egy valamit, elkezdjük a kocsit szerelni. Tudod, fiúk vagyunk, beszéljük egy kicsit, fiús témáról. Hát azt hittem, hogy nekem van ehhez szerszámom. Nincs. Na, akkor visszarakom az egészet, el kell mennem az autós boltba venni ezt a kulcs, ezt a szerszámot. És akkor újra nekem az elme és az önmunka hasonló. Valami feljön. Azt hittem, ehhez értek. Most akkor tudod, kell egy másik mentor. Okay? És így működünk, hogy az élet az egy tanulás. És minél rugalmasabbak vagyunk, és minél jobb a hozzáállásunk, annál gyorsabban és jobban megy. Tehát ez az ellenállás, amit te beszélsz, ezek múltbeli elengedetlen traumák miatt is jön, és az ego támadásainak, és a felkészületlenségünk miatt van. Robi, a határainkat azt hol húzzuk meg, hogy ne is erőltessük még meg magunkat, illetve de a derekunkat se adjuk be. Ez nem megy egyszerre. Akár több tízezer helyről is jöhet a befolyásoló erő. A határokat nem fogjuk tudni úgy meghúzni, mint egy nagyon integrált, nagyon-nagyon erejében lévő ember. Először nem vagyunk erőnkben. Nem vagyunk. Traumatizáltak vagyunk, szeretetet keresünk, elutasítottak, az élet szétesett, valamelyik rész az életnek szétesett. Nem fogunk tudni határokat húzni, mert nem úgy vagyunk jelenleg programozva. Először azt kell csinálni, vagy legalábbis ugye ez egy jó lépés, de mindenkinek van hozzáférhetőség a felsőbb dimenziónál is lényeihez, kérni kell fentről segítséget. Ez egy hatalmas hiány volt. Azt hittük, hogy mi itt a fizikai síkon egyedül vagyunk, és mindent nekünk kell magunkba, vagy ettől a másik embertől megkapni. Ez egy hatalmas hiba volt. Amit nekünk kell, az, hogy visszaintegrálni magunkat a forrásra. Ott fönn már majdnem, hogy könyörögnek nekünk, hogy vedd már észre, hogy itt vagyok, csak nem szólhatok bele, mert ez a szabad akaratú zóna. Ne játszd az eszed, szeretünk, nyisd meg a szíved, és segítünk. Eddig ez nem volt evidens. Tehát
Mondd még egyszer a kérdést, kérlek, mert elfalandoztam. Hogy hol húzzuk meg a Határ. határainkat? Oké, boundaries. Először javaslom, hogy tegyük le a cöveket a földbe, még akkor is, ha nem vagyunk jól, és lehet azt mondani, kérlek most, hadd legyek vagy magamba, vagy csöndbe, vagy egy kicsit magamba, befelé kell mennem, mert ami eddig volt, az nem működik, ez evidens. Tehát ez az első határ. Lehet, hogy indulatból fogjuk csinálni, lehet, hogy nem esik feltétlenül jól, de muszáj, Sanyi, magunkat most már előtérbe helyezni, abból a célból, hogy tudjunk segíteni a kollektívnak. Nagyon sokan, mindenki beleesett ebbe a mintába, te is, én is, meg hát szinte mindenki, hogy azt csináltuk, hogy magunkat háttérbe helyeztük. Az én igényeim nem olyan fontosak. Majd mondd te, tessék, vegyél te először a levesből. Te is vegyél, és végig nem marad semmi nekünk. Pedig mi főztük. Na az a lényeg, hogy ez egy metafora volt, hogy muszáj magunkat az előtérbe helyezni, mert eddig ez az elnyomott, leredukált énünk, eddig ez valamilyen szinten úgy beleillett a Matrix világba, viszont most már dühöngünk. Hát nem tudunk a másik kedvébe járni, mert mi nem vagyunk jól. Nem tudunk többet adni, amíg magunknak nem adunk. És az történt ebben a sok konfliktusban, ebben az önértékelésünknek a leredukálásába, hogy szó szerint értéktelenni tettük magunkat. Amikor mi leértéktelenítjük magunkat, az univerzumnak nincs más választása, mint értéktelen világot láttatni velünk. És akkor tulajdonképpen az ego elkezd cirkuszolni, aki okozta rajtunk keresztül az egészet, mert az ego nem akar, hogy értékeseknek érezzük magunkat, mert akkor ez az olyan, mint egy parazitát, egy egészséges test kilök. Ő mindig betegen, gyengén akar minket tartani, hogy a parazita programokra ne jöjjünk rá, és csak tápláljuk. Most az a legtöbb ember már érzi, hogy ez így valami nem működik, de nagyon nem működik. És akkor az első lépés, hogy letesszük ezt a kerítést, vagy a szöveget, hogy ácsi, mindenki húz. Én ezt csináltam a stroke után. Szó szerint mindenkit elküldtem. Kirúgtam az életemből. Nem volt szép bizonyos része, de kellett. És utána, ahogy integrálunk, ahogy megtaláljuk a magunkban az erőt, mert ez a legnagyobb bajunk, Sanyi. Mindent erőtlenségből, erőharcból próbáltunk teremteni. Erőharc van a párok között, erőharc van a szülő és a gyerek között. Az egész él szívtörés trauma, egy erőharc, cserben, hogy minden erőharc, csak nem evidens. És vissza kell integrálnunk a személyes erőnket, mert ezt mondják az égiek, hogy olyan erős lény vagy, csak a múlt hibáidat nem bocsájtottad meg magadnak, és úgy fordította az elméd, hogy ha te erődbe vagy, akkor az rosszhoz vezet. És lemondtunk az erőnkről. Milyen durva, nem? És ez több tízezer részre szét van szakadva, és ilyen fragmentált, ezt hívom töredezett elmének, hogy muszáj ezt az elutasított, de nagyon fontos aspektusunkat, a személyes erőnket visszafogadni. Jó? Tehát ez egy utána egy másik határ. Tehát az ember elkezd segíteni másoknak is. Tehát ez is egy olyan határ, hogy ennek segítek, ennek nem. A legfelsőbb, tehát ezen az ideális, de hát ez sok önmunka kell, a határok azok nem olyan kellemesek, kedvesek, mint ahogy az hangzik. Vannak energetikai határok, ami azt jelenti, hogy minél integráltabb az ember, az egyén elméje, annál inkább védve van. Minél integráltabb az elme, annál több fényt reprezentál, annál kevesebb sötét támadás érheti. Tehát ez is, tehát magyarul, ahogy tisztulunk ki, krisztusi tudatosság, szólár krisztusi tudatosság, szólár tudatosság, olyan szinte már nem szükséges a határ, mert az már adott. Energetikailag védve vagyunk. Na most az út az eléggé rögös, ezt veled is beszéltük, és sokszor kellenek technikák és mankók.
Erre sokszor javasoltam a tanítványaimnak, a Dolores Cannonnak a fehér fénypiramis technikáját. Beteszi az ember magát, kutyáját, cicáját, házát, kocsiját ebbe a fehér fénypiramisbe, és akkor az védelmet ad. Erre már nekem nincs szükség, de régen nagyon sokat használtam. Ez is egy technika. Kellenek a mankók. Nem fog menni anélkül. És néha, amikor nincs határ, miről nem is tudunk, mert tudattalanok ezek a határok, ezeket úgy is hívják, hogy nyitott portálok. Mikor jön egy támadás, sokan úgy hívják, vagy nem is tudom, hogy energiatámadás, vagy ránk csatolódott entitások, ezek mind a mi meg nem nevezett és definiálatlan bocsáss meg, a lack of boundaries, tehát a határ hiányt jelz. Oké, tehát ahogy az ember megy át az önmunkára, akkor először egy kicsit kellemesebb, bizsergős, utána kiborul a bili, beesünk a kígyóverembe, és akkor tudod, ott lesznek igazán a határtalanságaink felfedve. Ott mutatja meg az univerzum, hogy itt is beengedsz rengeteg rossz energiát, itt is nyitva van, itt is nyitva van, és először ugye védekezésből csinálunk mindent. Bármikor védekezünk, az a mi védekezés hiányunkat jelzi, ezért van a nagy technika. Innen mi hiányzik. Védelem. Nagyon fontos. Okay? És amikor ezeket elkezdjük visszaintegrálni, akkor ahogy az elmét integráljuk, a támadások nem ránk hatnak, hanem egyszerűen átfolynak rajtunk. Két dolog történik. Akinek az elméje integrált, az támadhatatlan. Kibillenthetetlen. Próbálnak rá támadni, mert a sötétség mindig megtámadja a fényt. Legalábbis ez volt a Matrix, most ezek az emberek nagyon rosszul lesznek, akik támadtak eddig. Sötétségnek vége. Tudod, erre mondom, az ember vagy kitakarítja buráját, vagy megy egy más időségre. És akkor az is nagyon fontos, Sanyi, hogy tudni ezeket a támadási aspektusainkat, ezek traumatizáltságunk miatt jönnek elő. Azért mindig mondom, trauma, 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 és még 10.000-szer trauma, hogy muszáj tényleg ráfeküdni, mert aki meggyógyította a több 10.000 traumáját, az támadhatatlan, az védett, az bőségben fog élni, és a teste is egészséges lesz. Tudod, Robi, én minden reggel úgy szoktam felkelni, hogy szoktam kezdeni egy hálaimával, illetve relaxációval. Én is próbálok magam köré valami energetikai pajzsot tenni a szeretteim közé, illetve hát az emberiség köré is, megmondom neked őszintén, sokszor nem jön össze, betámad az elme ego páros elég keményen. Valamikor sikerül, és akkor hozok egy döntést magamban, hogy de attól függetlenül, hogy nem sikerül, hogyha akár sikerül, akár nem ezt az energetikai pajzsot létrehozni magam körül, akkor is szoktam hozni egy döntést, hogy így a mai nap folyamán ezt meg ezt meg ezt választom, és elkezdem csinálni. És akkor tudod, ma például választottam a szorgalmat, és akkor elkezdem végezni a munkámat, ránézek valamire, akkor egy hangocska megszólal a fejembe, figyelj már, azok nem jó helyen van, azt meg kellene igazítani. Amazt megint meg kellene igazítani, a kutyát meg kellene etetni, a udvart helyre kellene tenned, és itt támad be. Halványra fogalmam nincs sokszor, hogy mi az, amire fókuszáljak, koncentráljak. Mert tudom, hogy mind rám vár, hogy mindent meg kell oldani, tehát az tény is való. De tudod, olyan, mint hogyha egyfajta türelmetlenség, kapkodás lenne belőle. Na most ezt is megcsinálni, azt is megcsinálni, belekezdeni valamibe, holott most kezd tisztulni a kép, hogy ami legelőször belekezdtél, azt csináld meg, de rendesen. Nem tudom, jól látom én azt is, akkor majd itt szépen sorba. De akkor, fú, tényleg nagyon-nagyon sok fajta támadása van az elmegó párosának, mert igen. Azonnal nyomja a igen, bűntől. Az elme aha. Nem tudom, bocsáss meg, helyezd be létsz, és gondolk valamit. És akkor tudod egyből betámad, hogy aha, szóval halogatni akarsz.
akkor tudod, már kezdeni kelteni a bűntudatot, amit Igen. azonnal észreveszek egyébként. De Igen. Oké. hát azonnal észreveszek itt egy de ez már az egóhoz tartozik. Szerintem ez a kötőszó. Jó, mondok egy nagyon fontos dolgot. Az elme nem támad, az ego támad. Ja, ez egy Jó, ezt megmondom, az elme az próbál minket védeni, az elme csak egy érzelemmentes tárolóhelyiség. Azt mondta, hogy oké, pár tízezerszer megtraumatizáltak, itt anyáddal volt konfliktus, itt apádat küldted el az operációs tengerre. Ezek, tehát, hogy mondjam, érzelemmentes emléktára. És az történik, hogy az elmének van egy ismétlő funkciója. Ha itt kérünk azt, hogy ó, most szeretnék bőséget teremteni, az elme a másodperc töredék alatt visszakeresi az eddig rendelkezésünkre álló felvételek, és azt mondja, hogy lehetséges, van ellenszólás. És minden feloldatlan traumánk az, hogy igen, nem működött, vigyázz! Azt mondja, hogy ember viszont vigyázz, ez nem fog, mégis lecsapja az ember, mint a taxióra. Azért sikertelen az ember, mert feloldatlan traumája van. Tehát ez az egyik. Az ego viszont támad. Az ego szereti a traumát, az ego szereti megtartani ezt a cirkuszt, ami itt van, és ha próbálunk ebből kiszállni, akkor ránk támad. Tehát az a támad. Az, hogy az ego elfoglalta az elmét. Az elme ura minket, az elme uralja, azaz, bocsáss meg, irányítja az univerzumot. Ezt mi nem tudjuk. Azt hiszük, hogy minket irányít ez egész. Minél tisztább az elme, annál inkább nem hat ránk az asztrológia, annál kevésbé hat ránk a hold, mert mi vagyunk a magunk ura, és mi vagyunk a teremtésnek az egyik fontos szála. Azt történt, hogy tudod, mondtam, Sanyi, annyira leredukáltuk magunkat, méltatlannak, érdemtelennek, értéktelennek tituláltuk magunkat a belső síkon, hogy most ezt kell kipucolni. Jó? Tehát az ember, hogy mondtam, egy nagyon erős lény, de elhanyagolta magát. Elhanyagolta magát. Ezt hívtam a Kotha Gáborra az egyik kinevő. Mentális tunyaság. Tunyák. Felelőtlenek voltak az emberek, és most az ég azt mondták, hogy figyelj, nem. Ez így nem fér bele. Nem tudom, szerinted érdemes vezetnünk egy napi rutint. Tehát, amit eddig nem csináltunk meg, a szívünk szerint megcsináltuk volna, és most azt beiktatjuk, Ja, és igen, igenis, azt igen. már Igen. pedig azt meg fogjuk csinálni. Igen, ez nagyon fontos, mert nagyon sok szálon fut az élet, és az elme irányítja minden szálát. Amikor mi megcsinálunk valamit, még akkor is, ha kényelmetlenül érezzük magunkat, az önértékelésünk fölmegy, emelkedik, és egyre jobb dolgokat fogunk bevonzani. Ezt a fizikai síkon, aki nem ismeri az elme világát, úgy fogalmazza, hogy olyan magabiztosabb lettél. Aha, igen. Jó, hát hogy ez végig is igaz, csak nem tudják, hogy mi irányítja a magabiztosságot. Ennek az ellenkezője is igaz. Amit mi nem csináltunk meg, és ebből jó sok van, amit mi nem csináltunk meg, azt meg az ego ellenünk használja. Igen, pont Azért, tudod, kell a napló, visszamész, elmébe, technika, gyakorlod, aki ezt sem csináltam meg, értem, ez levitte az értékemet, most megcsinálom, elengedem. Az a lényeg, és ez nagyon hiányzott az emberekből. Nem csak mentális tunyaság volt, felelőtlenség és cirkusz és ego hiszti, hanem egy eszméletlen fokú, nem tudták, hogy mi a recept. Erre mondtam többször, hogy rossz térkép szerint mozgott az emberiség. Ez már az ötödik civilizáció vége, mert mentális tunyaság volt, és mindig futottunk a felelősség elől. Amit mondtál, ez fantasztikus. Vedd elő a naplódat, vedd elő a mentális naplódat, és kezd kipucolni az elmét a be nem vállalt felelősségek miatt, a hisztik, a cirkuszok miatt, és tudod, mi fog történni? Jól leszünk. Oké? Okay? Mindenki azt mondja, hogy ugri-bugri, csillámpor a pónira, meg tudod, forogja tenger körül tízezer. Nem erről szól. Engedd el a múltat. És nem fogod tudni elengedni, míg ki nem takarítod búrádat. Jó? És erre van a technika. Nagyon jó ötlet. Be kell, és ami nagyon fontos,
nem csak a mentális, az érzelem világrész, ez a női energia fontos, hanem a cselekedet is, ez a férfi energia. Eddig ez hiányzott. A legtöbb embert úgy programozta az ego, hogy gyáva emberként viselkedjen és jelenjen meg a világban. És ez a gyávaság, ez mindenkiben ott van egy árnyi szinten, ezt föl kell ismerni és föl kell oldani, és azt mondani, köszönöm szépen, szép volt, jó volt, elég volt. És utána menni tovább. Ez hiányzott a cselekedet. Tudod? Igen, pont ez volt nekem is egyébként régen a problémám, hogy sok mindenbe belefogtam, és nem csináltam végig. Igen. Volt bennem valami, igen, ki is mondtad egyébként a interjú elején ellenállás, ami azt mondta, hogy hajd, ez hülyeség, Igen. nem tudom, hogy próbálja így. Látom, ez alapján is próbál így bűntudatot kelteni az ego bennem, de valahol meg nem bánom, hogy Igen. Nem, nem nem csináltam szabad meg. semmit bánni. Mondok valamit, aztán hagylak, hogy folytasd. Az egónak két fegyvere van. A félelem és a bűntudat. Bármikor érzed, akkor az egó van jelen. Na most ehhez érteni kell. Tudod, erre mondtam, hogy itt profi mentorok kellnek, ez idegsebészet. Egy bizonyos szintig tudod, elbohóckodunk, és utána, mikor kiborul a milli, mikor beleesünk a kígyóverembe, aztán nem kell kapkodni, tehát nem kell megijedni, be kell válaszolni, hogy oké, én most itt félek, szó szerint félek. Erre mondtam sokszor, hogy megáll az ember, azt mondja, hogy segíts Istenem, félek. Félek. Mondjuk ki, és meg egy réteg ennek a félelemnek feloldódik, mert fentről, ugye, akik segítenek nekünk, tehát az égiek, ők pontosan tudják, hogy nagyon nehéz embernek lenni. Nehéz a testet kezelni, az azon keresztül megjelenő egészségügyi elakadásoknak, érzelmi elakadásoknak, amely nagyon nehéz kezelni. Tehát tudjuk. Sokat szoktad mondani, Robi, hogyha van valami elakadásunk, azt tegyük fel az égieknek. Tegyük fel az égieknek egy kérdést, hogy hol van az elakadásunk. Milyen kérdésekre gondolsz itt? Tehát hogy tudunk feltenni igazán jó kérdést? Mondok egy párat, és ezt érdemes kijegyzetelni. Sok kérdés van, tehát több ezret fel tudnék itt sorolni, de mondok, mit tudom, csak ötöt, hogy beinduljon a mozgás. Ha valami nem kívánatos történik, most ebből egyre több lesz, mert hogy tisztul a tér, meg a föld emelkedik, meg mi emelkedünk, nem vihetjük magunkkal a régi konfliktusokat. Csak úgy tudjuk magunk mögött hagyni, ha felismerjük és feloldjuk őket. Ez egy kellemetlen rész, de most ezt felnőttek vagyunk, tudod. Mi megjelenik valami kellemetlen, első kérdés, ezt én hogyan teremtettem? Oké. Okay. Ezt én hogyan teremtettem? Most ez ellen megy az áldozati gondolkodási minta. Jaj, mi történik velem? Én szerencsétlen. Hát, hogy mert az anyám is, mindenki hülye. Nem, 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 ezt te teremtetted. Okay? Mikor az áldozati ilyen hablatyokat, az ego természetesen félreteszik, mondom, persze, csönd, csücs, hogyan teremtettem én ezt? És tudod, mi történik? Nem azt mondják az égiek, hogy te rosszul gondolkodó, félresiklott, mi haszna valaki, nem azt mondják, hogy annyira örök, hogy megkérdezik, figyelj, ez meg ez okozta ezt, köszönöm, hogy nem játszod az áldozatot, köszönöm, hogy a személyes erődet végre mered használni, tessék itt a válasz, és itt a megoldás. És azért nagyon fontos, te is, nem tudom, láttad egy-két visszaszólásomat, vagy hozzászólásomat az ilyen kommentekhez, hogy mert a narcisztikus, te vagy a narcisztikus, csak nem látod, de nem tudod, mi a definíciója annak. Tudod? És nem a másik lejátsza azt a szerepet, ami bennünk elakadt. És most az fog történni, Sanyi, most már benne vagyunk ebben a tejfölös bödömbe derékig, hogy nem lesz az embernek más választása, vagy szembenéz magával és a gyengeségeivel, és ezek a rossz programokkal, vagy megy egy más időségre.
Nincs kecmec. Ez a felelőtlen hárítás, ez a traumatizáltsághoz való ragaszkodás, ez a szenvedéshez való kétségbeesett kötődésnek vége. Ez uralt eddig az emberiséget, ez a kétségbeesett, ez a krónikus szenvedéshez való ragaszkodás. És ez azt csinálja, hogy az elmé, ahogy adja ki a frekvenciákat, több szenvedést okoz, több rossz indulatot okoz, több háborút okoz, több bajt okoz. És ezért mondom, a háború az egy olyan időség, ahol a rossz, ki nem takarított elméjű emberek teremtik aktívan. Nem ők kívülről csinálják ezt, hanem az ember teremti a külvilágát. Okay? Nagyon észnél kell most lenni. És az én dolgom az nem az, hogy belemondjam az emberekbe, olyan minden édes aranyos, édes aranyos, hogy kitakarított a búrába. Nincs ez a bujkálás, ez az újra mutogatás. Jó? Nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Teljesen más szinten kell az új földet kezelni, mint eddig. Itt vezetőkre van szükség. Új, érett, integrált elméjű vezetőkre van szükség, akik kitakarították a burájukat, és tudnak segíteni egy földi paradicsomot teremteni. Értem. Ez előbb volt. Eszembe jutott egy nagyszerű kérdés, de így most hirtelen elfelejtettem. Mindegy, nem véletlen. Nagy valószínűséggel. Ja, Okay. de, megvan, Okay. bocsánat. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ugye tudja mindenki az, hogy a világ tükör. Honnan lehet azt megtudni, Robi, hogy most én tartok tükröt másnak, vagy pedig más tart tükröt, másik ember tart tükröt nekem? Okay. Gondolom, ez nyilván a fejlettségi szintől lehet, hogy nem is ide tartozik, de biztos vagyok benne, hogy valaki, tehát egyikünk mutatni akarja a másiknak, hogy mi az, amin változtatni kellene. Igen. Tök jó kérdés. A kezdetben mindenki tükröt tart a másiknak, és ez a lélekszerződésben nagyon precízen le van vezetve. Sajnos a tükörrel azt hiszik az emberek, hogy ez a viselkedés. Az emberek nagyon félre voltak informálva. Azt hitték, hogy a gyermek a viselkedést, az otthon látott viselkedést viszi tovább. Ne! A DNS-ben átadott rezgések szerint viselkedik. Az adódik tovább. Tehát a gyerek, amikor egy tükröt játszik, nem azért kiabál anyuval, mert aput látta kiabálni, hanem azért, mert az örjöngő, fenevad, az integrálatlan, gyilkos árnya az ősöknek a gyereken keresztül kijön. Hát tükör az az, hogy azt mondja a szülő, hogy Atya Isten, ez a gyerek örjöng. Én hol örjöngök? Nagyon sok szülő eszméletlen, tudattalan, és nem látja, gyerek rohangál a gyerekkel a kórházba, hogy jaj, mi lesz, takaríts ki a búrádat, a te traumádat játssza le. Tudod, ez az eszméletlen tudatlanság, ami eddig uralkodott. A szülőnek lejátsza a gyermek a tükröt. Másik. A tükör akár a lélek szinten is lehet. A lélek, ugye amikor ide leszületett, vagy leinkarnálódott ebbe a Mátrixban, bináris kódokon keresztül betette a Mátrixból a szökési tervét. Ez annyira távol, millió kilométerre odébb áll, meg a nagyon mélyen a tudattalomban van, és nagyon sokan, akik például összejönnek párkapcsolatban, azok a lélek szintű bináris kódok szerint jönnek össze, és ott a tükör. Oké? Okay. Mi még a másik, a tükör? Mondok egy-két példát, mert én a gyakorlati megoldások embere vagyok, és annyira el van tájolva az emberiség, hogy ez már nekem fáj. Nem szó szerint, hanem csak már tudod. Muszáj az embereknek segíteni. Ez a narcisztikus téma. Hála Istennek egyre kevesebbet hallom, de az emberek annyira belettek programozva, az ego beprogramozva az embert, hogy játssza az áldozatot. Az a másik narcisztikus, te pedig egy angyal. Ha, nem így működik. A nők, akik a narcisztikust látják a férfibe, magukon belül a férfi struktúrájuk narcisztikus.
Azért van ez a sok természeti katasztrófa, mert a nők nem takarították ki az elméjüket, főleg az arab térségben. Hagyták, hogy a férfi bántsa őket, a nő nem állt ki magáért, ő erőtlenséget és áldozati mintát változtatott, vagy változott, bocsáss meg, választott. Azért vannak földrengések, árvizek, cunámik, mert a nők felelőtlenek voltak, és a férfi támadták, aki az ő magasabb énjük. Mindent az ember terem, és mindig kifelé mutogat az ego. Felelőtlen tunya egy népség volt itt, és azt mondja, hogy vége. Eszméletlen jó paradicsombáránk, de ki fogod takarítani szívem a búrádat? Nem a gyerek a beteg, hanem te vagy. Nem a férfi narcisztikus, hanem a te férfi oldalad narcisztikus, és ez ugyanúgy igaz az ellenkező pólusban. A nők nagyon sok hibát követtek el, és nagyon, bármennyire nekik volt érzelmi hozzáférhetőségük, mert ugye a nő, az érzelemvilág, az elmei világ, az egy női energia, ők nem gyógyították meg, támadták a férfit, ami persze, úgy, hogy mondjam, mondd már ezt, tudják, hogy aggravated, hogy ezt kívülről is tolták, de belül mi annyira integráltam, hogy beadtuk a derekünket ennek a külső támadásnak. Azt akarom mondani, hogy a férfiak rettegnek a nőktől. A nők rettegnek a férfiaktól, de azért, mert magunkon belül integrálatlanok vagyunk. Mindig mondom, elme, 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 trauma, trauma, trauma. Ha ezt valaki nem fogja fel, akkor nincs kiút. Oké? Ez a lényeg. Más világban élünk ma, mint eddig. Én azért jöttem ide vissza, hogy ezt elmondjam, és segítsek azoknak az embereknek, akik ezt hajlandóak hallani. Az ego persze hárít, játsz a hülyét, játsz az áldozatot, naívot, tudod, mit mond a Robert? A Robert megmondja kerekperec, ahogy van, és ha ezt te nem fogod fel, akkor más, valamilyen más szerepet le fog játszani, ami nem lesz tetszetős. Nem lehet így tovább csinálni, amit az ember eddig csinált. Jó? Mondtad, Robi, azt, hogy a gyerekek őrjöngtek a szülőknél. Ez megütötte a fülem, viszont nálam meg pont az ellentéte volt, hogy én meg belül őrjöngtem inkább. Inkább persze. Elfojtottam. Tehát ez is egyfajta őrjöngésnek minősül. Agresszió, passzív agresszió, ugyanaz az erő. Annyi a különbség, hogy amikor passzív-agresszívak vagyunk, magunkat erősebben támadjuk, mint a másikat. Az agresszió azt jelenti, hogy támadunk valaki külsőre, legyen az apu, anyu, tanár, Isten, vagy magunkba elfojtjuk, ettől az ugyanaz az energia. Ez az árnyvilágunknak, ez a polaritásos rész, ez a dualitásos megjelenése, mind a két energia ugyanazzal a teremtő erővel bír. Megmondom, hogy miért. Aki azt mondja a másik, hogy ez a pasi, most azt mondja a nő, hogy ez a pasi narcisztikus. Oké, old meg magadban ezzel szembeni ellenállást. Ő persze próbál játszani a szende szűzet. És mikor már gyógyítja magát, látja, hogy úristen, én is ugyanilyen narcisztikus vagyok. Nem a viselkedésre kell fókuszálni, az energiára. A narcisztikus, ezt hányszor mondtam, szeretetet, figyelmet és bizonyos energiákat keres. Ez a nő ugyanazt keresi. Ez a tükör. Nem a viselkedés. Nagyon félre volt vezetve az emberiség. Nagyon. Oké? Okay. Értem. Hú. Ismételd meg el, ez kicsit kemény, de kell. Innentől kezdve, főleg február elejétől olyan depressziós energiák jelennek meg az embereken keresztül, hogyha nem értik, hogy nem takarítják ki a búrájukat és engedik el a traumáikat, akkor nem fognak tudni lábra állni. Oké? Okay. Nem lehet ezt az áldozati szerepet tovább játszani. Ismételd meg, kérlek, a kérdésed, mintha lenne még egy mondani valómit. Emlékszem, mit kérdeztél? Most legutóbb? Uh-huh. Hogy én inkább magamba folytottam. Tehát, igen. Igen. Oké, okay, köszönöm. Jó. Nekem kus volt nálam otthon. Mondd még egyszer, itt is. A két szülő csatározása miatt nekem kus volt a nevem otthon. Oké. Okay. Ez azért rossz, mert mi a bármi, amit mi elnyomunk, az ott törjünk.
az ott bántva van, az ott el lehet utasítva, minden elutasítás, egy szeparáció, minden szeparáció betegséghez és egy valamilyen életkonfliktushoz vezet. Legyen az kapcsolatbeli, egészségügyi vagy anyagi. Valami, ezek az elnyomott részeink, ezek körjöngenek. És nagyon sok elnyomott részünk van, több tízezer. Rengeteget nem tudunk megnevezni, mert nem ismerik a pszichológiáját. És az történik, hogy inkább, most az égiek azt mondják, hogy már ne nyomd el, ezt hívom strandlabdáknak. Már nem tudjuk lentartani, már jön föl, és az égiek ebbe segítenek. Hozd fel! Ha nem jön fel, nem fogod tudni meggyógyítani. Na most sokszor, hogy följönnek ezek a strandlabdák, Sanyi, ezek otthonba viselkedésekhez vezetnek. Most erről is fog szólni a következő jó pár hónap. Hogy fejezzük ki az elnyomott dühünket, haragunkat, úgy, hogy az ki is jöjjön belőlünk, illetve mások bántva se érezzék magukat, vagy az számunkra nem fontos, hogy most ők megbántódtak-e, vagy nem. Rajta. Ha a fizikai síkon kezdünk el oldani, akkor a másik ember egója valószínűleg ellenáll, cirkuszol, visszabeszél, önvédel, meg védekezik. Hát tudom, milyen, most olyan szinten az ego örjön, mert felfedezték, hogy eddig ez futott több millió évig, az emberek elmében az ördög programjait szerint mozogtunk. Erre csináltam a nagy technikát. Ott van benne 8 lépés, abban az több technikának egy kombináció, és el tudunk úgy beszélgetni elmei síkon, másokkal, szülőkkel, bántókkal, szeretőkkel, akivel meg tudunk oldani a konfliktusot, és el tudjuk engedni az energetikai az elmei síkon. Ebből a test meggyógyul, ebből a kapcsolatunk meggyógyul, mert a másik ember is érzi azt, hogy elengedtük az irányába ezt a dühöt. Vannak ilyen úgynevezett ilyen támogató csoportok, ilyen support grupok. Én azt nem nagyon szeretném, eljártam egy pár bele eszméletlen, milyen rossz állapotban voltak az emberek, mondom, én ennél százszor jobban vagyok, köszönöm, ez nekem nem nekem való. Van, akinek működik, azt csinálja. Lehet ilyenkor egy nagyon egyszerű technika, ez persze nem old meg sokat, mert tudni kell, hogyan kell csinálni, levelet írni a másiknak. Ezt már csináljuk több évtizede, de itt a pszichológia fontos, nem a levélírás. Hogy kell kifejezni, mit kell kifejezni, a szívtörés traumájának a 100 aspektusáról, hogy kell beszélni ahhoz, hogy oldódjon. Okay? Tehát ez egy nagy hiányosság az embernek. Nem a technika fontos, hanem a logikának, a teremtői logikának, azaz az elmei logikának az ismerete. És most ez is nagyon fontos lesz, hogy nem metódikázni kell, meg technikákkal vagdalkozni, hanem érteni, hogy hogy teremtettük ezt a káoszt, és hogy milyen logika szerint tudunk ebből kilépni. Ez a logika semmi más, igazán, mint egy térkép. Elmész az utca végéig, hogy dobsz egy ballost, utána mész 100 métert, egy jobbat, és ott a stráda. Ez a logika. Eddig mit csináltunk? Cirkuszoltunk, a házak színére fókuszáltunk, szentségeltünk, ha nem volt leburkolva az út, vagy egy mérföld. De az ember olyan volt, mint egy éretlen óvodás. És ezt kell most egyszer és mindenkorra megállítani. Mi a technika? Takarítsuk a búránkat, és tényleg hozzuk fel, merjünk érezni. Az ember eddig nem mert érezni, mindent elnyomtunk. Gyerekkorban ugye a szülők megszégyenítették, ha valaki, vagy gyerek sírt. Megszégyenítették, hogyha feltettünk egy kérdést. Hogy úgy érzem, nem beszélünk ebben a házban az érzésért. Ezért vagyunk itt, ahol vagyunk. Mert az fel nem dolgozott, elnyomott érzések egy bombába, egy aknába mennek át, ami később felrobban, és vele megyünk mi is. És most ez történik. Ezt mutatják meg az égiek, hogy egy eszméletlen erős lény vagyunk, de mind a szülők, mind az őseink nagyon felelőtlenek voltunk. Azért vagyunk most ebben a szituációban, hogy magunkon keresztül oldjuk fel az ősi mintákat. És tudod, ezt mondtam sokszor, és azért teszem ide, hogy az emberek ébredjenek már fel ebből a kuszaságból, a mentális kuszaságból, hogy enyém, ővé, nem számít, a tied. A rajtad megjelent a tied, a te felelősséged. Mi most az ősöket gyógyítjuk, amiben mi vagyunk a saját ősén, csak egy éretlenebb hisztis formában. És most az is fog történni, hogy ahogy neked volt időd, ahogy nekem 14 éven volt, hogy kitakarítsam az elmémet, és Jediktől tanuljak a hegytetőn, meg
a több száz mentortól, most az a legtöbb ember hirtelen fel fog ébredni. Mi van? Nem fog már agonizálni, meg akadékoskodni mindeddig. Már tudod, régen az volt, hogy én ebben nem hiszek, nem hinni, ezt meg kell tanulni, és kitakarítani a búrádat, mert így tettük tönkre ezt a világot, butaság. Most ez meg fog szűnni. Az emberek hirtelen tudni fogják, hogy ez van, csak nem tudják, hol elkezdeni. Mert annyira sok, tudod, mintha az ember tűzcsapból inna. És azért kellenek most profi mentorok, profi kócsok, hogy ezt a vízözönt tudjuk, hogy linearizálni, az a sorrendbe tenni, hogy az ember azt mondja, oké, itt kezdem, ezzel folytatom, és akkor van ki. Oké. Igen, ez jó, hogy mondod, ebbe én is beleestem ebbe a dologba, hogy ezeket az oldani való dolgokat estrom kezdeni sokszor. Ez is feljön, az is feljön, az is feljön, na akkor mivel kezdjem? Belekezdek az egybe, utána a másikba, de tényleg zúdulnak rám. Igen. Ilyenkor tényleg mit javasolsz? Mi az, amivel érdemes legelőször foglalkozni? Azért írtam a könyvemet, hogy az Egyesült Államokban ez már 2014 óta létezik, tehát 10 éve. Magyarországon most jelent meg novemberben, tehát most már 2 hónapja. Az egy minimum. Ez olyan, mint egy buszjegy, tudod? Enélkül nem szállhatsz fel. Jó? Tehát meg kell tanulni az elme logikát, a hiedelemi lábát. Ez még nincs megoldva a 99,9%-et, de ezt a szókincset kell elkezdeni levenni a töredezett elmébe. Utána az árnyvilágot meg kell tanítani. Azért csináltam tavaly júliusban, 2020. júliusában a viszlát szorongás, hello élet kurzus, hogy az embereknek legyen eszköz a kezébe végre. Nem a hablagy, nem az spirit dumák, meg a negyedik dimenzió, hanem az alsó dimenziónkat kell meggyógyítani, a felső dimenziónk jól van. Az történt, hogy most már a legmagasabb dimenzionális énjeink is integrálódtak. Azért van ilyen rosszul az emberiség, mert tudjuk a magasabb isteni igazságot, nem azt kell ütlegelni, meg beszélni róla, hanem az alsó ego elakadásainkat kell gyógyítani, hogy ezek a felső dimenziónusok tényleg véglegesen integrálódhassanak bennünk. Ezek a felsőbb lények nem fognak tudni integrálni, míg a traumáink itt rezegnek, míg családi gondjaink vannak, míg anyagi gondjaink vannak, és azért van mindez itt lent, mert nem takarítottuk ki az elmét. A traumáktól és a konfliktusoktól. Hol kezdje az ember? Hát az elején. Ott a könyvem, ott a kurzusom, vannak képzőkurzusok, és egyre inkább az fontos most, Sanyi, hogy egymás kezét meg kell fogni. És akkor is azt mondom, Sanyikám, imádlak, most megrázlak, mert annyira szeretlek, hogy én most nem rád mondjuk példa, mert te vagy itt, annyira szeretlek, hogy gyere, ébredj már fel, csillagom. Jó? És ezt kell egymással csinálni, hogy nem tudtad, nem tudtuk, én se tudtam, nekem is jött a hideg zuhany, tudod, és utána megtanulta, hogy amit mi vagy nekünk tanítottak, az hamis. Hamis. És ezt elengedni se könnyű, mert annyira, tudod, hogy az elme meg az ego ragaszkodik az általa összegyűjtött információhoz, hogy ez tényleg ez idő kell, meg tudatosság kell, hogy azt mondjuk, hogy tudod mit, volt, ami volt, engedem el ezt a lerakódás halmazt. Értem. Jó, Robi, köszönöm szépen, szerintem. Azt hiszem, adtunk eleget most a világ búrájának, de muszáj, Sanyi. Oké, köszönöm, hogy itt voltál és tartottad az energiát. Tudod, nekem ez a dolgom, mondtam ezt már tavaly. Isten igazságot beszélni, kinek tetszik, kinek nem számít. Nem az én dolgom. Azt majd ők feldolgozzák. Oké. Jó, Robi. Köszönöm szépen a beszélgetést. Oké. Köszönöm mindenkinek. Én is. Köszönöm, Sanyikám. Szervusz. Szia, szia. Ciao. Szia.